Az intézmény diákjai már egy szép, megújult épületben tölthetik a hétköznapokat a beruházásnak köszönhetően. A tavaly áprilisban kezdődött környezetenergetikai fejlesztés célja az volt, hogy csökkentsék az energiafelhasználást. Ez pedig jelentős megtakarítást eredményez mind a tankerület, mind pedig az intézmény számára. Az iskola 1979-ben épült, azóta jelentősebb felújítás nem történt. Napelem rendszer lett kiépítve, ami nem csak nyeri az energiát, hanem tárolni is tudja. Úgy gondolom, hogy mind pedagógus és elsősorban a gyermekek számára, hiszen mi ezért vagyunk itt, egy jelentős beruházás végéhez érkeztünk, ami mindnyájunknak jövőben mutatóan az érdekeit és a kényelmét szolgálja. Korábban jelentős beázásokat okoztak az esős napok, rosszak voltak a hőtechnikai mutatók. Ezt már Tesszeli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője mondta. Hozzátette, egy pályázatnak köszönhetően közel 400 millió forintból újulhatott meg az iskola, ezzel évtizedes problémák oldottak most meg. A gyermekek azt itt látják, hogy lehet ezt modern módon, akkor talán az ő gondolataikban is ez fontos lehet, és ezt tovább tudják vinni. Úgyhogy boldogok vagyunk, egyrészt azért, mert már nem fog beázni az intézmény, másrészt a hőszigetelése az első osztályú lett, harmadrészt a külső megjelenése is megszépült, úgyhogy tulajdonképpen ez boldogságra ad okot. Megújult az épület homlokzati, lábazati, mennyezeti szigetelése, valamint a vízszigetelés, megvalósult a teljes nyílászárócsere, a fűtés korszerűsítés és a napelemes rendszer kiépítése is. Tesszeli Zoltán hozzátette, a közelmúltban jelentős népességnövekedés volt tapasztalható a térségben, ennek megoldásaként a jövőben bővítik a velencei dr. Ransburg Jenő óvoda és iskolát.